No kérem szépen, elérkeztünk a délutáni program negyedik, azaz utolsó mérkőzéséhez, és egyben a szombati nap első második fordulós találkozójához Mervyn King, valamint Max Hopp között, akik korábban találkoztak már 6-szor egymással, és talán némileg érdekesség az, hogy a német az, aki jobban áll a kettőjük egymás elleni mérlegében, hiszen ő 4-szer nyert, King pedig 2 alkalommal tudott nyerni, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy King meg nagy formában van, hiszen talán meglepetésre azért mégiscsak eljutott a döntőig a Players Championship Finals-en, és ott sem volt messze attól, hogy azt a versenyt meg tudja nyerni Michael van Gerwen ellen, és hát azért az ő pályafutása során is voltak hullámzások, úgy tűnik, hogy most a hullám az magasabban van. Igen, ezt lehet mondani, abszolút. Ugye 19. helyen van most a világranglistán Mervyn King, Max Hopp pedig jelen pillanatban a Pro Tour ranglistáról tudta kvalifikálni magát. És ugyan még sok helyen ment rajta a polemizálás, de ugye Gabriel Clemens szépen feljött a németeknél a nyakára, és azért azt ne felejtsük el, hogy Nico Kurz is itt lesz a világbajnokságon, ráadásul ugye is ma fog majd bemutatkozni Andy Hamilton ellen. Úgyhogy ez egy Max 180! Max Hoppnak föl kell kötni a gatyót, mert Mervyn King szerintem most remek formában van. A 19. helyen kiemelt King, és ott Gabriel Clemens ugye már a világranglistára jutott be erre a világbajnokságra, 31. helyen, tehát éppen csak kiemelt, de kiemelt. A negyedik is jó. Is bent van. Az ötödik már nincsen. Ott a gonosz nyíl. És ugye King nagyon közel volt, hogy megnyerje a Players Championship Final versenyét, hiszen óriási meccset játszott Van Gerwennel, de elmaradt a torna győzelem, a nagy major torna győzelem. Gyönyörű 140-es, de maga biztosan kezd King. Csúnyán elszállt a második nyíl, de ez is 140, csak nagy a hátránya Hoppnak. Nem a búrra kezdett, Vám hanem a 42-re. Igen. Kívül van. Lehetősége azonban még lesz. Max Hopp már túl van egy mérkőzésen ezen a világbajnokságon, azt ne felejtsük el, hiszen le kell győznie az első körben az ausztrál ellenfelét, miközben megszerzi a vezetést Mervyn King. Szóval Gordon Mathers volt az, akit legyőzött Hopp az első fordulóban. 3-0-ra még hozzá, 94,94 százados átlaggal. Ez egészen addig volt a legjobb, amíg nem játszott Görni. Igen. Mervyn King is úgy néz ki egyébként, hogy azért veszített némit mennyiséget a súlyából az elmúlt időszakban, már a Players Championship Finals-en is lehetett látni. Amire azért nagy szüksége van, mert ebben a sportban nagyon fontos az, hogy a hát, a derek, a lába milyen állapotban van az embernek, és minél nagyobb súlyt kell hordozni, annál nehezebb a dolog. És ő neki elég komoly hátfájdalmai voltak, dereka nagyon sokszor megfájdult, és a legtöbbször egyébként a hosszabb meccseken ez vissza is ütött neki, mert ahogy erősödött a fájdalom, úgy kezdett romlani a játék, hogy nem tudott annyira koncentrálni rá. 165-re jön le Hopp, de hamarabb lesz kiszállón King. Levált. 139, marad a 128, és a 165-ről pedig csak kerekíteni tud Hopp. Le is kerekít rögtön 162-re. Az már jó, 83 a dobás értéke, 82 marad. 128 a breakért és a 2-0-ért. Sima 18-as, tripla 20 bull. Az sincs meg, vissza a 18-asra.
Az benne van, gyönyörű, marad a 36. ...82-vel egyenlíthet Hopp. Ó, nem találja el a 18-as szektort sem. Így viszont 64-e van, tripla 16. Vagy tripla 8. Sima 16-os lett, 48 a maradék. Nézzük a dupla 18-at Mervyn Kingnél. Sima. Be is dobja elsőre. Ezzel 2-0-ra vezet. Húzza is a száját, Hopp. Az azért 13 nyilas volt Kingtől. Ezt nehéz elképzelni, hogy ez is 9-0-es legarányt hozzon ez a meccs, de nem is fog. Hát? 177! Gyönyörű kezdés megint! Ezt King. Eddig 111,3-as átlagon volt King, ezt most még megdobta egy 177-tel. Nem olyan rossz az. Igen. 140 a válasz, mint ugyan az sem. Tripla 1 az már nem volt olyan jól fizető. 43. Nem tud azonban közelebb jönni, Hopp. Ott talál egy 51-est. 91-jel 270-re. Levált King. Szektorhiba megint. 42, így viszont előnybe kerületem hátsó pályáról, Hopp. Egy nagyon jó kör után két rosszabb. Egy tripla kell a németnek, különben nem lesz kiszállón. És most már csak a tripla 20 jó. Hatvan pont. Jó, tripla 20. Még egy. 180! 2009-ben elődöntős volt Mervyn King, Phil Taylortól kapott ki 6-2-re. Tavaly a harmadik körig jutott, mint ahogyan egy évvel korábban is. Tavaly Whitlocktól kapott ki, előtte Brandon Dallentől. 19-es megvan, és az dupla 20 elsőre, és ezzel hozza az első szettet 50%-os kiszállózással, 110-es átlaggal, 97-es átlagon Max Hopp. Elmegyünk, hogy folytatódik azt? Elmegyünk egy pici szünetre, és utána jövünk a második szettel. A derék fájdalmaitól. Nyilván tisztában volt, hogy ezzel valamit kezdenie kell. Amiről beszéltem, ugye egy, nem azt mondom, hogy iszonyat látványosan, de azért látszik rajta, hogy leadott jó pár kilót. Még azért van ott kis pocak, de egyébként az arcán nagyon látszik, hogy lefogyott. És hát gondolom, hogy szénné edzette magát. 180! Azért ne felejtsük el, hogy kicsit kizökkent egyébként abból a világból, amiben volt eddig, hiszen azért ő a pandémiás helyzetben ő bizony elment dolgozni, futárként dolgozott csomagküldő szolgálatnál, mert nem hiszem, hogy otthon akarta tölteni az idejét, meg gondolom, hogy nem tudom, hogy a pénz az nem tudom mennyire jött jól neki, de lehet, hogy ez egy szemléletváltáshoz mindenképpen jó volt neki, és lehet, hogy most sokkal jobban értékeli azt, hogy dárcozhat, és hogy ezzel gyakorlatilag sokszorosát megkereseti annak a pénznek, amit a kétkezi munkával meg tudott keresni mondjuk a vírusos időszakban. Ráadásul egy olyan dologgal, amit nyilván jobban szeret. Igen. Hiába a jó kezdés Hopptól, ez így kevés. 2 tripla kell Kingnek. A szektor sincs meg. 78 pont, ő is 200 fölött marad. Az nagyon jó megint. 140, és akkor már csak 64 marad.
92, 110-et hagyott magának az angol. Na, az első legjét nyerheti Max Hopp. Még egy 16-os. És a dupla nem jó. Mervyn require 110. A 110-zel pedig azonnal break hátrányba kerülne a német. Jó a tripla 20. Megvan a 18-as, dupla 16. Azt is bedobja! Az első négy leget egyaránt King nyeri, és az ötödiket pedig ő kezdi. Ebben is nagyon jó volt egyébként a Players Championship Finals versenyén. Folyamatosan dobált be nagy kiszállókat Mervyn King. Akkor ezért fogadtál te rá? Én senkire nem fogadtam még ezen a világbajnokságon. Ja, hogy a kiszállóval. Ja, igen. Azt hittem, hogy a szokásos fogadásra gondolsz, de nem. Nem, ez még tényleg nem. Néha szoktam egyébként, ilyen nagyon ritkán van egy ilyen érzetem, hogy mi újság, de most ezt a VB-t eddig még teljesen hanyagoltam ilyen szempontból. 140. Majdnem becsusszant a harmadik mil is. Ne feledjék, este nagyon jó kis program vár önökre, azt hiszem érdemes lesz majd figyelni a közvetítést. Többek között Michael van Gervennel, de hát Andy Hamilton, Nico Kurz, aztán ugye folytatom. 140 ez is, szóval Andy Hamilton, Nico Kurz ellen egy újabb angol róka, egy fiatal német ellen, Andy Bolton és Detta Headman, tehát bemutatkozik a második hölgy is Lisa Ashton után Detta Headman személyében. Utána jön Damon Hetta, az ellenfele Danny Begg is, és utána pedig debütál Michael van Gerwen Ryan Murray ellen. Ez az esti kínálat. Az is jó, és hova kerekít? Gyönyörű szép, 32-re. Fú, nagyon komoly erőt mutat King ezen a mérkőzésen. És hiába a 140 most Hopptól, egyrészt nincsen kiszállón, másrészt meg a kiszálló lenne, sem valószínű, dobhatna rá. Ezért. Le is dobja a dupla 16-ot. Hát én lehet, hogy elkiabáltam azt, hogy nem fordulhat elő igazából, hogy mind a 9 leget, vagy az első 9 leget megnyeri King. Bár még ezt mindig tartom. Hát igen, csak óriási különbség, hogy valaki mondjuk úgy kap 9-0-át, hogy 90 fölötti átlagot dob. Mert Max Hopp 93 fölötti átlagon jár éppen, és mindössze egy nyila volt eddig duplára, mert hogy Mervyn King 109-es átlagon dob. Egészen brutális. Tovább is javítja. Szinten játszik Mervyn King. 112,9-es első 9 nyíl, és 62,5%-os kiszállózás, 8-ból 5 dupla King neve mellett. Sok hiba nincs a számokban sem. Na most tényleg ő a király ezen a meccsen, vitán felül áll. De hát láttunk mi már sok mindent, akár ezen a világbajnokságon is. 140. És ugyanaz érezhető egyébként ebből a szempontból, mint az előző meccsen, hogy tök mindegy, hogy első pálya vagy hátsó pálya, itt dobja a maga 105-110-es átlagát, és teljesen mindegy, hogy az ellenfél mit csinál. Pláne így, hogyha 44-et dob Hopp. És azért Hopp is a legutóbbi két világbajnokságon eljutott a harmadik fordulóig. Tavaly Labanauskastól kapott ki, egy évvel korábban pedig Michael van Gerwentől. Legutóbb 2016-ban kapott ki az első fordulóban, akkor még Benito van de Pasttól. 18-ban nem indult, 17-ben. Azért nem az az időszak volt, amikor ő meghatározó lett volna. Természetesen a németeknél nagyon jó játékos volt, és ugye a PDC szinten is szépen elindult a karrierje, de most egy picit egyébként háttérbe szorult Clemens mögött. Csak hát megint az a baj, amit a másik oldalon lát, hogy 40 pontja van Kingnek. Most nem dobja meg elsőre. Másodjára meg másodikra sem. Harmadjára sem.
Na, kap még egy esélyt, Hobb. Csak hát úgy kell teperni, hogy ezt a leget ő kezdte. Dupla-dupla. Nem, nem, dupla 10. Benne van! Bedobja a százas kiszállót. Na, hát csak van egy nyert lege. Azért erre nem tettem volna nagyobb összeget, hogy ez 9-0 lesz. Hoppá, 30! Hát így viszont, hogyha ezt a leget is meg tudná nyerni Hopp még hozzá hátsó pályáról, utána ő kezdhetne az egyenlítésért. Igen, itt pillanatok alatt változhat a helyzet, de hát The King most jó formában van, szerintem nem fogja, még ha ezt a 30-at be is dobta, nem hiszem, hogy annyira megviselte volna, de hát majd mindjárt meglátjuk. Hát, lehet, hogy mégis. Hát, kihagyott lehetőség. 36. 66 pontot dobott 6 nyílból. De fura. És most már is kezd foglalkozni ezzel. Igen. 57. Csak 57. Most minden sztornózhat az előző két kört, mondjuk egy 180-nal King. Az első lépcsőfokot sikerrel vett, hogy az első akadályt, a másodikat is. 140, nem rossz az így sem. A tripla meg még egy Hopptól. 180! Szállóra ment le vele. Na, ébredezik a német. Ott is jön a két tripla. Ó, ez kiszálló, de... direkt volt. Jaja. Akkor legalább lett volna tripla, és akkor 160, és akkor bejön a tippen. Legnagyobb kiszállót szeretné megdobni. Ja. És ez azért még baj lehet ez a 60-as Hoppnak, mert oké, hogy jobban állt, de azért 164-ről jobban is le lehet jönni. Hova sikerül 170-ről? 70-re. Ugyanott kell maradni. Így már nem. Tripla 16. Azt kereste, nem találta. 48 a maradék, és akkor King. Tripla 18, dupla 8. 12 vagy 20. 12, dupla 20. Nem tud kiszállni King. Egyenlítési lehetőség Max Hopp előtt. Kettő nyíl a dupla 16-ra. Visszabrékel! 2-2, és ő kezd az egyenlítésért. Abszolút nem volt benne a meccsben ez. Elrontott néhány kiszállót King. És most kaparnia igen, kell a második. Ott volt a lehetősége, szettért, hogy 3-0-ra megnyerje ezt a szettet. Ehhez képest most... nem úgy megnyeri, nem lehet, hogy el is veszíti. 100-as kezdés. Az nagyon jó. 180! Gyorsan összekapta magát. Nagyon tolnia kellene most Hoppnak, mert ha ez 2-0, meg ha 1-1 is, a harmadik szettet akkor is King kezdi. Ott a negyedik nyíl. Az ötödiket is bedobja King. Miért váltasz le? Annyira rendben volt ott fönt. Igen, én is meglepődtem. Kettő triplára szüksége van most Hoppnak. 100-at dob. Fifty-six.
126 pontja maradt Kingnek, most nagyon-nagyon kellene egy szép kerekítő Hopp számára. Nem jön trip, de legalább tripla kéne, ha már nem is lesz bele nagy kerekítő. 142 marad, az még magas azért. 126-ról a második szett megnyeréséért King. Még kell a tripla 19, bedobja jó, és a bull! Azt nem, hármas. Hármas, 47 marad. Gyorsan megnyugtatta magát azért ezzel az erős leggel. Marvin King, de jó a tripla 20. Az is jó, dupla 11. Dobja egyel a duplát, nem sokat, nem sokat, bocsánat. Hatot hagy magának, 136-ot dobott. Fú, ekkora hiba. És akkor a kettő nyíl. Benne van, ez a nagy különbség. 3-2-re nyeri ezt a szettet, King meg kellett szenvednie érte a sima kezdés után, de megtette, és most már a kiesés szélén van Max Hopp, érezhetően és láthatóan pedig elég dühösen veszi mindezt tudomásul. Az utolsó szünetet tartjuk ma délután, utána pedig folytatjuk, és be is fejezzük majd a délutáni programot. Már vissza is tértünk, hiszen kezdődik a harmadik szett. Azt hiszem, hogy mi itt a közvetítés vége felé talán még egyszer a nyereményjáték kérdést, hogy érkezzen minél több válasz. Mai nyereményjáték kérdésünk az, hogy melyik évben nyerte meg az utolsó PDC egyéni világbajnoki címét Michael van Gerwen. Ezt az évszámot kell elküldeni a PDC nyereményjáték@gmail.com e-mail címre. És a nyertesek pedig ki vannak rakva, az első három nap nyertesei már kint vannak a PDC Hungarian Fan Club Facebook oldalán. És közben 140-nel bekezdett King. Itt most neki elég hozni a saját játékait, a saját legeket, és akkor megnyeri a mérkőzést, de hát azt azért nem fogja tálcán kínálni neki Max Hopp. 103,606-os átlag. 139, mennyivel zárt King? Vagy nem King, bocsánat, Hybrex az előbb. 104.05. 104.05. Hát azzal még versenyben van. King. 140 megint. Lecsúszik a tripla második. Tripla sima, kombo és 81. 164. Rekord lett volna a VB-n, hiszen a mai 160 egyelőre a legjobb. 92 a dobás. 72-re megy le King. Nincs kiszállás 140-ről. Dob egy 100-ot, 40 marad. Jó, a 48, dupla 12, gyönyörű játék. És ez egy olyan meccs most Hoppnak, hogy így, hogy nem tudta megnyerni azt a szettet, ahol lett volna esélye a másodikat, azon kívül meg nagyon sok mindent kezdeni nem tud Kinggel. 140. Nem hagyja levegőhöz jutni őt King. Mert ez most csak százas. Ott a tripla Max Hoppnál. De csak egy. Százas. Ha jön egy 140 Kingtől, már is egál van. Olyan lágyan ejti bele a nyilakat a tripla 20-ba. Neki is nagyon 180! Szép. Nagyon szép stílusa van, ráadásul, hogy bepörgeti a nyilat a helyére, és utána megint, amikor eldobja, megint pörget rajta. Nagyon furcsa technika, de egyébként neki a nyila is nagyon különleges. Meg lehet nézni, hogy ilyen kis érdekes formája van a testnek.
ilyen kvázi ilyen vájatok vannak benne, ahol a megfelelő, valakinek kialakul a kezében egy technika ezzel a nyíllal, akkor mindig ugyanoda tudja tenni szinte a kezét, ezek miatt a vájatok miatt mindig könnyebben megtalálja a helyét. Ó, ez most csak 41 hoptól. 161 pontja van Kingnek is, most már 156. Ugyanott kell maradni, maradjon a 36. Ez így 85 pont, 76 marad. Shanghai. A tripla megvan, jöhet a szimpla. És a dupla. Nem tud kiszállni azonban Hopp. És a 76 jóval könnyebben megoldható King számára, mint a 120. És főleg így, dupla 8, dupla 4. Nincs meg! Nem találja el, ez most nagy hiba. És megint egy ilyen apátiás helyzetből visszahúzhatja Max Hoppot magára, Marin King. És dobja King a 40-et. Próbálja valahogy tüzelni, hergelni magát Max Hopp. Na itt az esély Hoppnak. Most kell oda rittyenteni egy 140-et vagy egy 180-at, és akkor nála van az előny hátsó pályáról. Most valami tollat cserél is egyből. Egy megvan. Kettő is, 140. Megvan a hibás, hogy miért volt ez csak 60. Bizony. Az a bizonyos toll. Az a tessék, na tud. Tudja ő, mit csinál. 100. Hoppnál van az előny. Az is nagyon szép. 180! Egy pontja van a Hoppnak, és tetemes előnyben Kinggel szemben több mint 100 pont hátsó pályáról. Hopp, az nem sikerült. Csak egy kettes. 119-e van. Így megmarad a 100. És nem tud lejönni kiszállóra első pályáról King. Így pedig közel kerülünk ahhoz, hogy kezdhessen a szépítését majd Hopp. Dupla-dupla. Itt kell még egy sima. 40 pont marad. Az bezzeg ilyenkor jön. 140. Dupla 20. Dupla 10. Benne van a pickában. 2-1-re vezet Hopp és fordít. És ő kezd azért, hogy 2-1-es hátrányban legyen. One, 140. A harmadik nyíl volt az, amelyik nem talált utat a triplába. 100,56-os átlagon van King jelenleg. Míg Max Hopp 95,96. Ott a 100-as, így komoly esélye van Max Hoppnak ezt a szettet behúzni. Íme az átlagok változásai, hát itt a harmadik szettben remekel Hopp. Bár volt honnan javítani, gondolok itt a második játszmára. 140.
60. Nem jönnek a triplák, nem jönnek a triplák Kingnek. És már bemegy 100 alá az átlaga. Lehet, hogy látunk itt is egy nagy fordítást. 0-2-ről Max Hopptól. Érkezett közben kérdés, hogy hány világbajnoki 9 nyilasa van Marvin Kingnek? Egy sem. 2 tévés 9 nyilasa van. 180! Na most erre oda vigyeztett egy 180-at. 142. Nem fog kiszállni. Így viszont bajba kerül még nagyobb a Max Hopp. Pláne akkor, hogyha ki is száll King a 61-ről. Az jó, két nyila van az egyenlítéshez. Be is egy dobja a 2-2. És megnyereti a mérkőzést Marvin King. 5 nyillal kiszáll 241-ről. Game on. Ott a tripla 20-as. Hopp, egy egyes kerekítő nyíl. 121. És megint 100 fölé tornázta magát egyébként. Hát meg lehet akár a torna második 100 fölötti átlaga. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy ezt már csak ebben a legben érheti el King. 59-el kezdett ugyanis Hopp. Már most itt sincs tripla. 60 bizony. Éppen csak karcolja felülről a század King. És jön egy 140 Max Hopptól. Próbálja magát felspannolni a német. Marvin King meg apró tolcserékkel múlatja az időt közben a háttérben. Mint a következő három körben meg tudja oldani ezt a 320-at, nagyjából akkor marad 100 fölött. Ez egy százas. Nem is tudom, mondtuk el, vagy csak beszéltük, hogy kivel játszik a továbbjutó. José de Sousával. Szép volt, 170-re lerakta magát a német. Húha, itt meg tripla egy van. Nagy korrigálás azért megjött. És de viszont vissza az egyesbe. Magasan maradt King, most hátsó pályáról előnyösebb helyzetben Hopp. Egy tripla 20. Két azt tripla 20 és a gól! Ajj! De közel volt, te jó ég. King viszont befejezheti a meccset. Ott az első tripla neki is. Az a második is! Is. Mi van itt? Egy parád és kiszálló rádobva a szettért, egy meg a meccsért. 9-8. Kettő nyíl megint azért, hogy 2-1 legyen az állás. Még egy. Kiszáll! Bedobja! Szépít Max Hopp, és ez akár lehet fordulat is a mérkőzésen. Ő kezdi ugyanis a negyedik szettet. Nem adja fel egy pillanatra sem. Érezhető volt, bármikor jött egy jobb dobás, akár csak egy-egy nyíl már abból próbált táplálkozni. Igen, próbált építkezni magát, igen. Marvin King meg reméljük nem követi el azt a hibát, amit Van Gerwen ellen megtett, hogy azzal foglalkozik az ellenfél, hogy örül a sikeres dobásainak, mert ott azért ott nagyon rányomta bélyegét a végjátékra. Még ilyen legendás mémek is születtek róla. ös átlagon van egyébként még mindig King, és 94-62-n Hopp.
kiszállóban egyébként majdnem egyformán állnak százalékos tekintetben. 19-ből 8 duplája van Kingnek, ez 42%. Max Hopnak 11-ből 5, ez 45%. Ez nem meghatározó különbség. Nem tudja most azt a tempót diktálni Marvin King, amit a mérkőzés jelentős részében. Hát kijön rajta megint egy ilyen elfáradás. Hopp pedig erőtől duzzad. 140. Azért bedob egy 140-et, King. Nagyon tetszik már neki az a szektor. 57. Megint itt a chance King előtt, hátsó pályáról. Ilyen is a tripla. Száz hatra megy le. Tripla 20. Tripla 20. Jaj, de szép! 168 megy le. Visszahozta az esélyt Max Hopp maga, saját magának. És nem tud tripla 18-at dobni King. 58 marad a 48. Benn van azonnal a dupla 8, és most már csak a lelki állapotokat nézzük, azt hiszem, hogy magasabban van. Most mindenképpen. Az a kérdés, hogy majd ez a lendület meddig tart ki neki is. És mikorra tudja magát visszaépíteni Marvin King. Ugye annyi előnye van Max Hoppnak, hogy ő neki minden egyes elvesztett szett után volt esélye picit lemenni és fújni egyet, és egy pár percig elgondolkodni a folytatáson, míg Kingnek ugyanezt színpadon kell kihordania. Mind a ketten század dobnak az első körben. Jön még egy? Jön még egy. Az meg 140 már. Lehet, hogy 2-0-es kezdődés után a király hoppon marad. És érezhető, most nincs meg a játék a Marvin Kingnek. Ő kezdte ezt a leget. Újabb százas kiszállón van már a német. Az még jó lehet. Egy 140-es. 161-re lebrékelheti. Így már nem lesz, viszont leteheti magát, mondjuk 64-re, mert most le fog váltani. Nem sikerül. Mind a ketten 102 ponton állnak. Megvan a 42, dupla 20! Alatta. Jön a 100 pluszos. 2-0-ra vezethet Max Hopp a negyedik szetben. Az jó. 10-es. Dupla 16. Nem sikerül. Ez most nagy lehetőség volt, hogy visszajöjjön az esély az egyenlítéshez, közel kerüljön a szettek arányában. Viszont King kiszáll. 1-1.
Csak ugye ez egy olyan szett, páros szett, amelyet Hopp kezdett. Igen. Egy csak 57-et tud most nyitni bizony. Marvin Kingnek itt az esély. És úgy tűnik, hogy ezt próbálja is kihasználni még hozzá egy 177-tel, egy 139-tel. Remek kezdés Kingtől. Lesz a válasz a Max Hoppnak. 81 csak. Most olyan, mintha King kezdte volna a leget. Ó, most ő is ront egy szektort. Azt ugyanúgy 81. Igen, Mészáros Attilának köszönjük a gifet. Igen, erre gondoltam egyébként, erre a mémre. 180! Max Hopp meg úgy gondolja, hogy visszahozza magának a kezdést ebben a legben, ha már az elején így volt. Kingnek meg két triplával kiszálló lehetősége, ha meg is dobja a két triplát. Viszonylag kiegyenlítettek azért ezek a számok. Hűha, most meg nem jön a tripla Max Hoppnak. 59 csak. 124 a maradék. Na ez most hatalmas lehetőség King előtt. És nem feltétlenül azért, hogy kiszálljon 141-ről. 36-ra kerekít, igen. A 124-jel viszont szerintem picit felbőszíthetnék inget Hopp. Tripla 18. Nincsen. És akkor ott van tulajdonképpen a mérkőzés most King kezében. Még ha ténylegesen nem is. Dupla 9. Az már a meccsébe. Bedobja! Elsőre, meccsnyira nem sikerült dupla 18-on, de ezt most megoldott, és 2-1-re ő vezet. És ő fog kezdeni. Nagyon fontos, hogy hogyan. Azonnal megy le a 19-esre, az 57 jó. Kétszer is, 134. Parád és... És viszonylag gyorsan tudta rendezni magát, úgy tűnik. Százas, a harmadik nyíl az bevágódott a tripla 20-ba. Na most csak 59 Kingtől. Ki is áll Hopp. Igen. Fölötte az első, alatta a második, benne a harmadik, csak ez nem biztos, hogy elég. 308-ra, 18-asra fog, nem kezd 18-asra, érdekes. Akkor az a cél, hogy minél lejjebb menjen, úgy látom. Azt hittem, hogy rá fog menni a 18-asra Marvin King. És ez csak 60. Na most megalapozhatja a győzelmét az angol. Egy tripla megvan, jön-e még egy? Nem jön, de 108 marad így is. Pont lejön 144-re ugyan, de King befejezheti a meccset. Jó, az 54. Ott van bizony. 18. És a dupla megvan belőle. És a dupla 18. Ezt nem tud kiszállni. Ez már a második meccs nyila. A 156-nál ugye volt egy, és megint a 36-ra.
Most össze kell rakni ezt a 144-et Max Hopnak. Nem sikerül a tripla 20-as. '58 csupán. Harmadik meccs nyíl. Benne van! Ezúttal elsőre. Tovább jut Mervyn King, és ő játszik majd José de Souza ellen. Ahogyan kezdett, az ellen a King ellen Hopnak nem volt esélye, utána viszont azért egy-két olyan szituáció volt, amikor ebben azért lehetett volna több is a német számára. Igen, abszolút így van, visszajött szépen a meccsbe, de Kingnek a visszaesése is kellett hozzá. Végül aztán nem lett 100 fölötti átlag, 99,64, de így is a második legjobb a világbajnokságon. Nagyon szépen játszott Mervyn King, én azt gondolom, hogy nagy esélyese lehet akár a tornának is. Lajos, köszönöm szépen a délután. Itt Lajos jön majd, illetve marad és jön este Lacival. Fülöp Laci érkezik önökhöz. Tartsanak velünk 19 órától is, addig is minden jót, viszontlátásra. Viszontlátásra.